Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói című műsorában. Engedjék meg, hogy bemutassam a vendégeinket a stúdióban. Tőlem legjobbra Kertész József, mellette Tarci István Magyarországról, és azért fejtem direkt ki, mert van köztünk egy külföldi vendég is, Morvaországból Csifári Szonya. Az én nevem Horkovics Kovács János. Azért jöttünk máma össze, mert ugye úgy néz ki, hogy megmozdult a világ. Megmozdult Kelet-Európa, megmozdult Magyarország, megmozdult Morvaország, Csehország, és hát ezekben az országban olyan folyamatok indultak el, amik reményt adnak arra, hogy valami jobb is fog történni a közeljövőben. Ugye ti most azért vattok nálam, mert ma délután volt egy esemény a Hősök terén. Erről szeretnélek téged kérni, Istvánkámot számolj be a nézőnknek. Régtől terveztem, hogy az, amit... Bocsánat, amit beszélni fogunk, legyenek rövid mondatok, mert én a magyart fordítom szlovákra, és a cset fordítom magyarra, úgyhogy mindenki, mert ez a műsor azonnal megy ki Csehországban, Morvaországban, Szlovákiában is, ott is fogják nézni az itteni esemény, úgyhogy értsék, mindenhol értsék az emberek a mondani valót. A Hősök terén ma elindítottam egy folyamatot 3 órától. Dneska som budapešti na námestí Hrdinov štartoval jednu aktivitu. A Honfi szövetség a mai naptól kiköltözött a Hősök terére. Jedno združenie, ktoré sa u nás volá Honfi, sa vysťahovalo na toto námestie. És várja mindazon embereket, akik szeretik az igazságot. A csaká všetkých ľudí, ktorí majú radu pravdu. Akik nem félnek, és tenni akarnak hazájukért és az emberiségért. Ktorí sa neboja, a ktorí chcú spraviť niečo pre ľudstvo a pre svoj národ. Én nagyon sokszor próbálkoztam hangot adni a véleményemnek. Som sa už veľmi často pokúsal vyjadriť svoje myšlienky. De a kérdéseken túl nagyon nem jutottam. Ale veľmi ďalej ako len otázky klásť som sa nedostal. Mert a válaszok azok mellébeszélések, és utána már nem adtam többet szót, hogy... Lebo odpovede boli len pomimo rozprávanie, a skutočné odpoveď som nedostal. Én elhatároztam, hogy közös nevelőt kell teremteni. Som sa rozhodol, že musíme spraviť spoločnú aktivitu. Az embereknek a legfontosabb az, hogy nyugodt körülmények között békében éljenek. Pre ľudí je najdôležitejšie, aby mohli žiť v mieri, v pokoji. De vannak, akinek nem az az érdeke, fegyvereket el akarnak adni. Ale sú takí ľudia, ktorí majú úplne iné záujmy, chcú predávať zbrane. Nem számít, hány millió ember hal meg. Ich to nezaujíma, že koľko miliónov ľudí na tom zomrie. Én nem akarok egyetlen egy síróanyát sem látni, aki a gyerekét síratja, vagy a férjét. Nechcel by som vidieť ani jednu plačiacu matku, ktorá plače za svojim deckom, alebo plače za svojim mužom. Üzenem a politikusoknak, hogy ha őnekik kellene az első sorokban harcolniuk. Keby politici museli stáť na fronte v prvých líniách, ha nekik kellene meg vívni a harcokat, keby oni museli bojovať, vagy a gyermekeiknek, alebo ich deti, akkor vajon milyen döntéseket hoznának? Vraj, vtedy by jaké rozhodnutie by oni nechali uplatňovať? Nincs pont. Bodka. A folyamat lényege, hogy én most oda kiköltöztem a Hősök terére. Esencia tohto rozhovoru je to, že ja som sa vysťahoval na toto námestie. Megkoszorúztam az hőseink. Som hliadol... Krisztus, Jézus Krisztus halála pillanatában emlékezve, és mindazokra a milliókra, akik meghaltak, értelmetlenül. Som dneska kliadol venček na námestí Hrdinov, s ktorým som chcel dať pamiatku na našich národných hrdinov, čo sme mali v našej histórii. Chcel som si spomenúť na deň, kde ukrižovali Jezusa Krista a chcel som myslieť na všetkých, čo zomreli
bez toho, aby to mal nějaký zmysel. Nagyon köszönöm azoknak a segítségét, akik ezt a gyönyörű celdonokon, ezt a gyönyörű koszorút elkészítették. Chcel by som veľmi vďačne poďakovať tým v Celdomeroku, to je malé mesečko, kde spravili tento krásny, prekrásny venček pre nás. Most emlékezünk, de néhány nap múlva már akár fel is támadhat. Teraz len spomíname na tieto veci, ale ja dúfam, že za niekoľko dní bude tu čas, aby sme nielen spomínali, ale aj aktivne činili. Félre ne értse senki a támadást, én messze elítélem az erőszakot. Nikto, aby nemyslel na to, že chcem spraviť nejaké... Veľmi ostro odmietam násilie. Mosolyogva kézen fogva. S úsmevom a s podávaním rúk. Én szeretnék egy olyan lehetőséget teremteni a népnek, bárkinek. Chcem svoju prácu dokončiť a chcel by som spraviť takú možnosť pre tých ľudí, s ktorými žijem. Hogy megnyilvánuljon. Aby sa každý vyjadril. Okos kérdéseket és arra adott válaszokat meghallgathasson. Aby mal možnosť klásť rozumné otázky, aby aj na to adekvátne odpovede dostal. És végre felelősséget vállaljanak a döntéseikért. Aby ľudia mohli zodpovedne voliť svojich predstaviteľov. Mert kimerem jelenteni, hogy nem a népért dolgozna. Lebo úprimne to viem, s odpovednosťou viem to tuto povedať, že tí politici nepracujú pre svoj národ. A peniaz let az Isten. Musíme povedať, že v dneskajších dňoch je Bohom sú peniaze. Szeretném bemutatni Csifári Szonyát, aki Morvaországba jött hozzánk Magyarországra, és hát az utolsó napok bizonyítják, hogy milyen aktívan csatlakozik az itteni mozgalmakhoz. Chcel viszont predstaviť našim divákom aj pani Csifári Szonya, alebo u vás toho hovorí opačne Szonya Csifári. Szonya Csifári. Ktorú som nedávno spoznala, ktorá prišla k nám do Maďarska a musím povedať, že veľmi aktívne sa zúčastní a pokúša sa pomáhať našim aktivitám, čo tu máme v Maďarsku. Szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy kerültem kapcsolatba a morvákkal, a csehekkel és a szlovák aktivistákkal, hisz nem ismertem őket előzőleg. Chcel by som vám vysvetliť, že jak som sa dostal do kontaktu s Čechmi, Moravákmi a so Slovákmi, ktorí začali túto politickú aktivitu. Van nekem egy nagyon jó barátom, és hát végig harcostársam, Kormos László, aki a Felvidéki Nemzeti Tanácsnak az elnöke. És ő hívta nekem a figyelmét, hogy mind Szlovákiában, mind Csehországban kialakult egy úgynevezett občianski tribunál, ami azt jelenti, hogy polgárjogi vagy polgári tribűn. Mám jedného veľmi dobrého kamaráta a spojubojovníka, Kormosa Lászlóho, ktorý je predstaviteľom maďarského združenia na Slovensku. A on mi povedal, že existujú také skupenstva, také združenia aj na Slovensku, aj v Čechách, ktorí sa pokúsia zobrať rukavice a začať bojovať o spravodlivejšiu budúcnosť a pre ľudské práva, pre slobodu občana a slobodu národa. Megtudtam azt, hogy köztük van egy olyan férfi, aki fölírta a szlovák parlamentre Pozsonyban azt, hogy 1%. Azzal azt akarta kifejezni, hogy az a politikai garnitúra, aki ott ül bent, az nem képviseli még 1%-ot. Százalékát se a szlovák nemzetnek. Od Lacia som sa dozvedel, že je na Slovensku jeden človek, ktorý nakreslil na slovenský parlament v Bratislave 1%. A tým chcel vyjadriť, že tí ľudia, ktorí sedia v tom parlamente, nepredstavujú ani 1% celého národa. Ez az ember miután ezt felrajzolta a parlamentre, azonnal elfogták, és hát bebörtönözték, sőt, még azt hiszem, myslím, že aj do bláznice ho chceli poslať, alebo? Áno.
talán még a Bolondok házába is be akarták tenni. Mindenesetre végül is börtönbe került, és azt kell mondani, hogy fantasztikus ember, aki ki is jelentette, hogy a hazáért és a nemzetért képes meghalni, és feláldozni magát. Ez 35 napon keresztül fölvállalta az éhségsztrájkot. Tento človek, ktorý vyjadril to, že je ochotný aj zomrieť za svoj národ a za slobodu svojho národa a za svoju vlast, začal štrajkovať, začal hladovku a 35 dní hladoval. Hát számomra ez egy nagyon, nagyon tiszteletteljes hozzáállás a nemzethez. Én erre az emberre felnézek, és hát nyilván folyamatosan figyeltem ennek az embernek a sorsát. Keď som túto akciu videl, tak som cítil veľmi silný počet cítenia, česťu som chcel vyjadriť, tú česť, čo som tomuto človeku cítil. Ja ho považujem za hrdinu a za nasledovateľný príklad aj pre seba. A snažil som sa nejakým spôsobom s týmto človekom sa zoznámiť. Szerettem volna mindenképpen ezzel az emberrel megismerkedni. Minden esetre ennek a éhségsztrájknak a 35. napján már sikerült a szlovák, de a morva aktivistáknak is már egy olyan politikai nyomást elérni, hogy a szlovák hatóságoknak kénytelenek voltak rá, hogy kiadják őt a börtönből. Po 35 dňoch sa podarilo slovenským, ale aj moravským aktivistom taký tlak postaviť na slovenské orgány, že boli prinútení jeho vypustiť z väzenia. No és akkor innen volt meg a lehetőségem, hogy aztán találkozzak vele, és hát végül is elmentem Kormos Lászlóval Pozsonyba, elmentem a központjukba, és hát egy 2-3 órás beszélgetés után rájöttünk, hogy minden legapróbb részletében közösek a céljaink és az elképzelésünk is egy olyan 21. századi jövőről, amelyben minden európai ember valóban otthon érezheti magát, és nincs senkitől elnyomva, nincs mástól kizsákmányolva, és hát végre megszületik egy olyan Európa, ahol a nemzetek egymásnak szeretettel tudnak kezet adni. Keď ho uvezli z väznice, tak som s tým Kormošom Lászlom išiel do Bratislavy a tam som mal možnosť sa stretnúť aktivistami občianskeho tribunálu a tam snáď 2-3 hodiny sme strávili spolu a po tých rozhovoroch sme zistili, že do najmenších detailov, keď sme sa pozreli, tak v každom detaile sme cítili, že máme spoločné problémy, musíme spoločné problémy vyriešiť. A myslím, že môžem aj v mene moravských, aj slovenských aktivistov povedať, že všetci hľadáme to 21. storočie, kde spravíme takú Európu, aby každý z nás sa cítil na tom mieste, kde žije skutočne ako doma. A bez ohľadu toho, že z jakej sme národnosti, aby sme si mohli skutočne bratsky dať sebe ruku a aby konečne tá medziľudská láska sa začala vyvíjať medzi našimi národmi. Čo je podľa mňa normálne ľudské správanie k čestným ľuďom medzi sebou. A to chceme vlastne dokázať a aj dosiahnuť. A myslím, že sme veľmi dobrým začiatkom, spravili veľmi dobrý krok na týmto smerom. Én azt hiszem, hogy nagyon jó lépéseket csináltunk ebbe az időbe, ebbe az irányban, hisz tegnap előtt nálunk volt az az úr Szlovákiából, akit a szlovák nemzet elnökként tud elképzelni magának, és ez az ember ez nagyon pozitívan állt ezekhez a gondolatokhoz, és teljes mértékben egyetért egy közös munkának az elindításával. Pred dvoma dňami bol u mňa jeden pán, ktorý podľa mojich znalostí bol vybraný zo slovenského národa na tú pozíciu, ktorý by mal sa stať voľakedy slovenským prezidentom. Je to človek, ktorého slovenský národ ctí a tento pán, keď spoznal tie myšlienky, o ktorým je vlastne takisto bojujeme tým istým spôsobom ako občianske tribunály,
tak on vyjadril, že bude absolutním partnerom v tomto společnom boji a za tie myšlienky, ktoré sme ustanovili pri spoločných rozhovoroch. Milá Soňa, povedz ty tiež niekoľko slov o týchto veciach, ja som troška to zaviedol, keď ve Soňa mondial tej ešte pár slov, to je základná druhá kráľa, veľa menej raz veľvezetem, da pistoš ma nekýš ho zásilný valuja. Určite máš aj ty niekoľko slov k tomuto, že predal by som ti slovo. V první řadě chci poděkovat za pozvání do Maďarska, do studia HUN. A jsem ráda dneska za kontakt s maďarskými aktivisty. Setkali jsme se na náměstí. Szeretném megköszönni, hogy kapott meghívást a HUN televíziótól, és azt is szeretném megköszönni, hogy lehetősége volt megismerni következő magyar aktivistákkal, és a Hősök terén velük egy pár szót már ejteni és megismerkedni. Od první chvíle se tady cítím doma a bezpečně. Az első pillanattól kezdve itt otthon érzem magam, és nagyon biztonságban. Chtěl bych upřesnit mezi aktivními lidmi, signatáři. Pontosítanom kell, ezek között az aktivisták között. Tak. Už tady zaznělo pár slov o občanském tribunálu, takže pro upřesnění pro maďarské posluchače. V České a Slovenské republice jsme založili občanský tribunál. Már itt elhangzott egy pár szó a úgynevezett polgárjogi tribunálról, de hogy pontosítsam, Szlovákiában és Csehországban is kialakult egy občanský tribunál nevezetű, mégis egy polgárjogi aktivistás csoportosulás. Občanský tribunál je dočasné státní svrchované zřízení občanů. Ez a úgynevezett občanský tribunál, ez végül is a mostani államvezetésnek a helyébe kíván belépni, illetve ezt a funkciót fejti már most ki. Prosazujeme veřejný zájem a rovnost ve společnosti. A társadalomban a össztársadalmi érdeket képviseljük, és az egyenes tiszta beszédet. A v současných dnech bojujeme společně, a to už vidím i mezinárodně, o svobodu člověka a suverenitu národu. És az utóbbi időben, az elejétől kezdve is a fő célkitűzésünk, először csak ugye karultva a csehk és a szlovákokkal, de most már ugye körülnézve azt kell mondani, hogy most már nemzetközileg is, harcolunk az embereknek a szabadságáért és a országok szuverenitásáért. Tak jako pan Horkovič řekl, is máme stejné problémy v České, Slovenské republice i v Maďarsku a myslím, že těch zemí bude víc v Evropě. Jsme utiskováni, je tady. Ugye, ahogy én már említettem, nagyon hasonlóak, de azt mondom, hogy hasonlóak, vagy ugyanazok a problémáink vannak nekünk is, mint a magyaroknak. Úgyhogy. Je tady nesvoboda slova, nedodržování zákonů, ústavy a vůbec mezinárodních dohod. Meg kell állapítanunk, hogy az embereknek nincsenek szabadságaik, nem tartják be az országok a törvényeket, sőt, nem csak a törvényeket, hanem a nemzetközi szerződések sincsenek betartva. A co je úplně nejhorší, nedodržují se tady lidská práva, základní. És ami a legrosszabb, az alapvető emberi jogok nincsenek betartva. Jak se již pan Horkovič zmínil o našem aktivistovi na Slovensku, Josefu Klánim, který byl zatčený protiprávně. Ugye, hogy már előbb említettem, József Klányi, akit jogellenesen bezártak a börtönbe. Význam toho 1%, který napsal na zeď Národní rady Slovenska, nabyl takového významu, kde již v těchto dnech lidé jsou v odporu v České a Slovenské republice. Ennek az, hogy fölírta, annak a folyamatnak, hogy fölírta a szlovák parlamentre azt az 1%-ot, ennek egy olyan hihetetlen hatása volt a szlovák, és sőt, most már a cseh társadalomra is, hogy az egész társadalom kezd fölállni, és kezd aktívan ellenállni az államnak. 1% to je to vlastně vyjádření, ta jednička, to jsou jenom to málo, ten zlomek lidí, který manipuluje našimi životy. Az 1% azt csak azt akarja kifejezni, hogy az a icipicit kis része a társadalomnak az az, ami a mi életünkkel játszadozik.
signatáři občanského tribunálu, každý, abyste věděli, každý vlastně jednotlivec, kdo se připojuje k občanskému tribunálu, k výzvě občanského tribunálu, je zároveň, když někde je vyslán k vyjednávání, jak na soudu, tak na instituce, vlastně parlamentárem, tak to říkají Slováci, u nás v České republice je to vyslanec z lidu, který by měl být nedotknutelný ve válečném stavu země. A Összes az aktivista megtársul ehhez a szlobodni tribunálhoz, nemzeti tribunálhoz, polgárjogi tribunálhoz. Ez abban az esetben, hogyha bármilyen bírósági tárgyalásra vagy egyéb tárgyalásra elkerül, akkor abban a pillanatban ő előlép a saját országnak, a népének a képviselőjeként, és mind ilyen, egy ilyen harci állapotban, ami végül is uralkodik, mint Szlovákiában, a érintetlenségnek a jogával kéne, hogy élhessen. Vyslanec lidu tedy nesmí být urážen vulgárně nebo zatýkán. A népnek a képviselőjét nem szabadna sértegetni, nem szabadna lecsukni, nem szabadna bántalmazni. Jsme ovšem teda svědky každodenně, že je tomu jinak. A minden takovým příkladem je Josef Klány. De viszont a mindennapi életben látjuk, hogy ez pontosan nagyon is másképp van, és egy ilyen népellenes agressziónak az egyik jellegzetes példája pont József Klányi. Já bych jenom chtěla stručně říct, že poslední dny, když došlo teda k propuštění Josefa Klányho z vazební věznice, připojili se i z parlamentu Slovenské republiky poslanci Národní rady, a došlo k ustanovení. Amikor kiengedték a Klányit a börtönben, ahhoz ez egész folyamathoz csatlakoztak egy páran magából a szlovák parlamentből is, és kialakítottak egy közös hát egy ilyen institúciót. Tři poslanci Národní rady potvrdili na videozáznam v podstatě, že nemůžou souhlasit s postupem vlády a jiných mocenských kruhů v zemi a cítí též, že vláda je vlastně nelegitimní a že občané jsou v právu. Három parlamenti képviselő kifejtette videófelvételen, hogy érzik azt, hogy ami Szlovákiában történik, az nem legitim, és hogy magában az állam is úgy kezd működik, mint hogy ezt nem lehetne legitimnek mondani, és hogy az emberek vannak, a polgárok vannak igazban. Ők képviselik az igazság oldalát. V České a Slovenské republice se nyní rozbíhá celospolečenská diskuze, od které se budou odvíjet změny. Protože lidé si rozhodnou, jak chtějí žít. Csehországban, meg Szlovákiában is a nemzet úgy néz ki, hogy kezébe kezdi venni a sorsát, és ezeken a tárgyalásokon, amit most itt a mind a két országban elindultak, fog valószínűleg eldőlni, hogy is akarnak majd élni az emberek. Mert az fog történni, hogy az emberek élni akarnak. My prostě jdeme jinou cestou, než současná nelegitimní vláda. Byli jsme pod vedením. Mi egy más utat indítottunk el, mint amennyit ez a illegitim jelenlegi kormány képvisel, mi el voltunk árulva. Nepustíme své muže do války a nechceme být vlastně v područí Spojených států jako rukojmi. Nem akarjuk elengedni a férjeinket a háborúba, és nem engedjük meg, hogy az amerikai kormánynak fogjai legyünk. V České republice v minulém týdnu vlastně protiprávně vláda se usnesla bez dokonce poslanecké sněmovny a vlastně bez souhlasu tedy lidu, bez zastupitelů, aby se na našem území další dobu zdržovaly vojska Spojených států. Az utóbbi időben történt egy kormánydöntés, ami nem is volt egyeztetve a parlament képviselőkkel, amely döntés arról szólt, hogy az amerikai hadsereg mind a parlament, mind a népnek a jóvágyása nélkül állomáshoz hazon csehszlovák területeken. Cítíme ohrožení naší země a velmi protestujeme proti tomu
aby na našem území, jak v České, Slovenské republice, případně, nedej Bůh, v Maďarsku, byly základny NATO. Semmiképpen nem akarjuk megengedni azt, hogy a mi hazánkban, már mint Csehországban, meg Szlovákiában, és hát úgy gondolja, hogy valószínűleg a Magyarországon se fog beleegyezni a nép ahhoz, hogy hadi állomások, katonai állomások, idegen katonai állomások jöjjenek létre az országban. Nyní postupujeme v České a Slovenské republice podle ústavy. Igen, hát mind Szlovákiában, mind Csehországban a népnek ez a tribűn képviselői, ők a meglevő jogok alapján tevékenykednek. Postupujeme v odporu. Az ellenállás jogát használjuk. Protože vlastně právní prostředky vlastně nejsou účinné. Mivel hogy a jogi próbálkozásaink azok mind egymás után sikertelenek voltak. Obě naše země, Česká a Slovenská republika, takže občanské tribunály už vyzvali jak nejvyšší prokurátory, státní zástupce a prezidenty, aby odvolali vládu a aby konali. Tomu se tak neděje. Mind Szlovákiában, mind Csehországban ezek a polgárjogi tribunok felszólították mind a kormányt, mind az államvezetőt, sőt a prokuratúriát, szóval végül is a jogi legfelsőbb bíróságot is, hogy oszlódjanak fel, mert nem legíti meg, de hát nem történik semmi. Občanské tribunály postupují v cestě ke svobodě, tak to znamená, že se chceme dopracovat v podstatě k svobodným demokratickým volbám. Ezek a polgárjogi tribunok, azok a szabadság útját választották, és addig fognak harcolni, ameddig elérik azt, hogy valóban demokratikus, szabad választások jönnek létre mind a két országban. Nastavíme u nás úřednickou vládu a posléze po celospolečenské diskuzi rádi bychom v obou zemí uzákonili celostátní referenda. Szóval ők egy hivatali kormányt szeretnének felállítani, amelynek a végén ezek kötelezik magukat az, hogy az azonnali visszahívhatóságnak a klauzuláját figyelembe veszik. Ve spoločenské diskuzi jsou projednávány ve svobodných médiích, v Slobodnom vysílači a v Českém svobodném vysílači CS, celospolečenské vlastně vize ekonomické. Ők nekik lehetőségük van, megteremtettek mind Csehországban, mind Szlovákiában egy internetes média felületet. Mind a két országban ezenek a neve a Szlobodný vysielač, ami azt jelenti magyarra lefordítva, hogy szabad adó. És ezen keresztül történnek meg azok a társadalmi megtárgyalások, vagy kielemzéseknek ennek a társadalmi szituációnak. És itt ezeken a médiákon keresztül taglalják azt a víziót, amit meg szeretnének valósítani. O tom, jaký systém ekonomický bude nastavený, o tom si rozhodnou opravdu jenom občané. Azt, hogy milyen fajta gazdasági rendszer fog felállni ezekben az országokban, ezt valóban a saját nemzetüknek kell eldönteni, és nem másoknak a fejük felett. A to v uzákoněném závazném referendu. És ezt viszont egy biztosra, jogilag biztosított referendum útján. Je tedy před námi ještě dlouhá cesta diskuzí. Még hosszú tárgyalás vár ránk, még ez kitisztul, tárgyalás. My jsme částečně byli seznámeni v Maďarsku s vizí organické společnosti. Magyarországon megismertettek velünk a szerves társadalomnak az alaptételeivel. Tato vize nám připadá velmi vlastně logická a vycházející z přirozenosti. Ez a fajta társadalmi berendezés számunkra nagyon logikusnak tűnik, és úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb természetességnek kéne, hogy legyen, illetve azt képviseli. Občanský tribunál v České a Slovenské republice na první místo klade přirozené zákonodárství člověka. Ezek a ő két képviseleti rendszerük a Szlovákiában, meg Morvaországban, Csehországban az embereknek a természetes jogi képviselőtére teszi a legnagyobb hangsúlyt.
chceme žít do budoucna v zemi, kde vše bude vytvořeno na naše potřeby, ne na potřeby politiku. Olyan földön szeretnénk élni, olyan hazába szeretnénk jövőben élni, ahol az embereknek a szükségleteire lesz a fő hangsúly téve, és nem a politikusoknak a szükségletei lesznek kielégítve. Současná nelegitimní vláda pro nás nemá skutečně žádné řešení. A jelenlegi kormánnak semmilyen valós lehetőséget nem nyújt számunkra. Semmilyen döntéseket nem tud számunkra nyújtani, amivel mi tudnánk élni. My chceme prostě zdravě a šťastně žít. Nagyon egyszerű dolgot szeretnénk elérni, szeretnénk egészségesen és boldogan élni. My se nebudeme už dožadovat. Ma most már ezek után, amik ideig történnek, már nem fogunk kéregetni, meg követelgetni, szóval nem fogunk kérni. Lidé žijí už v podstatě jako otroci. Az emberek azt lehet mondani, hogy most már rabszolgaként élnek a hazájukban. Ale my musíme občany upozorňovat na to, že my se nepotřebujeme dožadovat, protože těch upozorňujících dopisů a vlastně výzev ke komunikaci byly spousty, ale ten zájem skutečně není. Nekünk végül is nincs is szükségünk tovább most már ezek után kéregetni, mert már annyi mindent írtunk ezeknek a politikai vezetőknek, és sose volt semmilyen válaszadás a mi kéréseinkre. Občané, lidé, kteří jsou tělem i duchem svobodní, skutečně nemusí žádat o svoji svobodu. Azok az emberek, akik a lelkükbe belenéznek és érzik, hogy a lelkük és a testük is valóban szabad, azoknak a szabadságért senkit se kell kérniük. Chtěla bych říct, že my nyní v České a Slovenské republice postupujeme velmi důrazně. Azt kell mondanom, hogy mi Szlovákiában és Csehországban a lépéseinket nagyon elhivatottva és nagyon konkrétan fejezzük ki. Ovšem pozitivně, protože už si nechceme nechat zkazit náladu. De a döntéseinket most már pozitív irányra vagy erőkkel töltsük föl, mert nem akarjuk most már elutani a saját kedvünket. Takže ne, že bychom zapomněli na tu bolest a to utrpení. Nem akarjuk el, nem mintha el akarnánk felejteni azokat a fájdalmakat, meg azokat a rossz pillanatok, amit ezek nekünk okoztak. Ale ten jejich vlastně nepřiměřený humor nás přestal bavit. A my na to nebudeme přistupovat. De ezeknek az államvezetőknek ez a ironikus humorjuk most már minket nem igazán érdekel, és nem úgy fogunk velük foglalkozni tovább. Já sem dovolím si předat tady přátelům z Maďarska takový symbol. Szeretném átadni a magyar barátaimnak ezt a kicsi szimbólumot. Nevím, jestli je to vidět na kameru. Remélem látható ez a kamerán. Ez kis mosolygós. Dřevěný, smějící se obličej. Ez egy fából készült mosolygós arc. Takže není to výsměch, ale opravdu úsměv, že my jsme nad tím a že my jsme opravdu pochopili, co jsme, kdo jsme, takže se vracíme sami k sobě a... Ez a kis mosolygós arc nem egy kinevetést akar ábrázolni, de mi már rájöttünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és most már boldogságért akarunk élni és dolgozni. A my si postavíme tu naši novou společnost na skutečně kvalitních základech. És mi a jövőben a társadalmunkat igazán minőségi alapokra fogjuk felépíteni. A těmi základy budou morálka, empatie, cítění se jeden do druhého. Opravdu čestnost, poctivost, jinak to nepůjde. És ez a társadalom most úgy lesz felépítve, hogy ebbe lesz építve az erkölcs, a tisztaság, a szeretet, az empátia más emberek iránt, mert ennélkül nem lehet társadalomat becsületel felépíteni. Nechceme válku, chceme mír a chceme žít ve svobodě. Nem akarunk háborút, szeretnénk békét szeretnénk, és szeretnénk szabadon élni. A byli bychom rádi, kdybychom mohli společně s okolními zeměmi, s kterými máme vlastně kulturní kořeny stejný.
spolupracovat. És szeretnénk azokkal a népekkel, akikkel tudjuk azt, hogy közös gyökereink vannak. Szeretnénk ezekkel békében együttműködni. Abychom my tady ve středu Evropy společně žili jako v jednom domě. A és úgy élni itt Európa közepén, mint hogyha egy nagy család lennénk egy házban. Myslíme si, že základem státu je rodina. Meggyőződésünk, hogy a minden államnak az alapja egy család, a család. Proto stát by měl fungovat jako rodina, a ne jako firma. És éppen ezért az államnak úgy kéne működni, mint egy családnak, és nem úgy, mint egy cégnek. Csak dovolte, abych vám dala... Engedjék meg, hogy átadjam önöknek ezt a mosolygós arcocskát. Pozitívního, jak to nazveme? Egy pozitív... Hát, tudod, én azt mondanám, hogy ez egy kis mosolygós Jancsika, de nem akarom azt a Jancsikát használni, mert Jánosnak hívnak. Köszönöm szépen. Szem rada. Köszönöm szépen. Gyakorlé. Nagyon örülünk, hogy átadhatta. Hát nagyon szeretném én is megköszönni. Amit érszelvém, pekne ponyákovágy. Ezt a gyönyörű beszédet. Én csak megerősíteni tudnálok benneteket, hogy... Tuto prekrásnén prehovača si pre nás tuto vyjadrila. A on by chcel jen zdôrazniť. Továbbra is maradjatok ilyen hű hazafiak. Ostatite ďalej takými silnými patriotmi. Van egy jó közmondásunk, ami... Máme veľmi, veľmi dobré príslovie na to. Ami úgy szól, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Toto príslovie znie, jedna lastovička nespraví leto. De fecske nélkül nincsen nyár. Ale bez lastovičky není leto. Hát kívánom nektek, hogy továbbra is ilyen hősiesen képviseljétek a hazátokat mindkettőtöknek. Köszönjük. Ďakujem, prajem vám, aby ste aj ďalej takto hrdenne vydržali pri práci k svojej vlasti a predstavovali svoju vlast, ďalej pracovali za svoju vlast. Köszönjük a Hung TV-nek, dr. Horkovics Kovács Jánosnak, hogy elsőnek állt mellénk ebbe a békemenetbe, és... Ďakujem mne, že ako prvý som sa pridružil k ním pri tejto organizácii za mier, ktorú oni organizovali. Hát kívánok továbbra is sok sikert, és erőteljességet. Ešte raz vám prajem veľa síly v tejto práci, čo ste začali. Ďakujem a přejeme vám to stejné, aby se vám naplnilo to, za čím jdete. Já myslím, že to, co nás vlastně spojuje, ta opravdu ta cesta k té svobodě, abychom se nemuseli zbytečně trápit a žít přirozeně. Én is ugyanazt kívánom nektek, amit ti kívántatok végül, és hát ugyanazok a céljaink vannak, és hát gondolom közösen is azt akarjuk elérni, hogy minden ember szabadon és boldogságban éljen. Úgyhogy én megköszönöm mindenkinek, köszönöm szépen. Ďakujem velice pekne, že jsi boli v štúdii. A že jste vyjadrila. Ja. S dovolením. Dovolím si taky. Ďakujem velice pekne. A musím povedať, že to už je druhý darček, čo tak dostaneme z Moravy. Prozradím, že v České a Slovenské republice velmi intenzivně... Elkel árulnom, aso Čech, Slovákia, bo nagyon intenzív módon. Se rozdávají květinky, ilyen fehér virágba dostupnak az embereknek. Akármilyen fajtába, csak fehér legyen a virág. Buď živé, anebo vyslovene na oblečení. Van úgy, hogy élő virágot, vagy csak ilyen művirágot, amit rátesznek a ruhára. Jako symbol vlastne svobody, čistoty, pravdy, lásky. És ez a symbol, ez a tisztaság, az erkölcs, a szeretet, nek a symboluma. Takže my takhle za chvíli, když se budeme rozdávat ty kytičky, tak budeme vědět, kdo je kdo. És hogyha így ezt a fehér világot fogjuk osztogatni az embereknek, akkor nagyon rövid időben fogjuk tudni, hogy ki kicsoda. Aspoň nenarazíme na ty, na který nemáme. És legalább nem fogunk szembesülni olyan emberekkel, akikkel nem kell ott találkozzunk. Nemusíme si už znepříjemňovat ten život. Nem kell már kellemetlenítenünk az életünket ilyen emberekkel. Už by to mělo být jenom o tom tvořivém a... Vidím, že v Maďarsku tady máte spoustu tvořivých lidí a velice mě oslovila ta přirozenost, vztah tady skutečně k té zemi, k té půdě. És hát végül is jövőben már csak a pozitív energiákat kéne használnunk, és
még azt kell, hogy megmondjam, hogy nagyon, nagyon kellemesen érintett az a, az a szeretet, amit éreztem a magyar emberektől, amit a saját hazájuk és a saját földjük iránt éreznek. A budeme rádi za intenzivnější spolupráci s vámi a pokud si budeme blíž, tak můžeme si víc pomáhat vlastně. És hát nagyon remélem, hogy ez az együttműködés egyre intenzívebb lesznek, és hogyha sokszor fogunk találkozni, akkor remélem, többet is tudunk egymásnak segíteni. A s dovolením, jak někomu vyvstává otázka, jak se to bude dít, a tomu nám opravdu můžou pomoct ty svobodná média, televize HUN, Svobodný vysíláč, Svobodný vysílání CS. És hogy valaki fölteszi a kérdést, hogy ez hogy működhetne, hát valószínűleg úgy, hogy ezeken a szlobod, bocsánat, ezeken a szabad adókon, mind a HUN televízió, mind a szlovák és a cseh szabad adókon keresztül ez megvalósítható. To bude ten tvořivý, intenzivní prostor pro nás. Ez lesz az a, ez a munkáltatói bölcső, ami elindítja köztünk az együttműködést. A brzy bude krásně, takže se můžeme fyzicky vidět společně. És úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos tevékenység lesz, és ezen keresztül mind nagyon gyakran láthatjuk egymást. Hát én is hadd mondjam el azért, hogy nálunk is van. Amit egyszerűen próbáltatni, hogy csak tudom. Szervezet, ahol igaz, hogy nem fehér rózsát, de fehér sálat. Egyre jobban szeret, vagy többet szeretnék látni. István barátomon is van. Igen, mi smetje začali podobnáciru. Krásne. Nálunk nem virágot, vagyis u nás nie květiny, ale bielý šál sa rozdáva s tým záujmom. Itt is már, igaz, még nem túl nagy létszámok, de már van egy civil szervezet. Tu ešte není takých veľa ľudí, čo to nosí, ale existuje jedna civilná organizácia. Ahol ez a fehér sál szimbólum. Ugye egy práve szimból, tento bieli sál. Ez az összetartozás jelképi. A tento sál má byť a szimbólum spolupatričnosti. Én kívánom, hogy önöknek több fehér rózsájuk, nekünk több sálunk legyen. Ja viszont si veľmi prijal, aby ste vymali stále viac bielých rúží na šatách a u nás, aby bolo stále viac bielých sálov. Annyival pontosítanám, hogy a Fehér Szövetség indított el egy olyan tájékoztató sorozatot, ahol most éppen a héten a 265. előadásunk volt, tehát 5 éve minden héten. Spomínaj jednu organizáciu, volá sa Fehér Szövetség, ktorá teraz uskutočuje na 250. referát. Történelem, egészségügy, kultúra. Kde sa rozpráva o histórii, kultúri a zdravotníctva. És együtt vagyunk. Tam sme vždycky spolu. Megköszönöm a Fehér Szövetségének azon tagjainak, és mindenkinek, akik gondolatban velünk voltak, hogy ma itt a Hősök terén megjelentek. Chcel by som im extra toto poďakovať, že boli dneska na námestí hrdinov s nami a pomáhali nás v tej akcii. Ez egy nagyon szűk körben terjesztett információ volt, hogy ma ez az esemény lesz, ez a koszorúzás. To, že dneska budeme klásť venčeky na tom námestí, to bolo vyhlásané len vo veľmi úzkej spoločnosti. De tudom, hogy a Fehér Szövetséghez hasonlóan az ország és a világ számos pontján hasonlóan gondolkodnak emberek. Ale viem veľmi dobre, že na veľa miestach na svete ľudia myslia veľmi podobne ako tuto o mieru. És ezeknek az embereknek meg kell egymást találniuk. A títo ľudia sa musia jednoducho nájsť. És az első közös nevezőt, amit én tudok mondani, az a béke, mert ahol már háború van, ott nem lehet párbeszéd. A to prvé spoločné dianie alebo symbol môže byť len symbol mieru, lebo bez mieru není možné komunikovať medzi sebou. No, hršokia vám súšiek, akých nám fejlech. Dneska potrebujeme hrdinov, ktorí nemajú strach. Ahogy az elején mondtam, és nyitott kapukat döngetünk, mosolygunk, kézen fogva, és azt mondjuk, hogy elég jó volt a hazugságból. A my si tiež podávame ruky medzi sebou a usmievame sa na seba a
tiež vyjadrujeme stále hlasnejšie a hlasnejšie, že koniec, že to bolo dosť toho, čo nám s nami robili, že odteraz budeme krajšiu budúcnosť. A joggal fenyegetnek minket? Oni nás sa pokúšajú utláčať z jog. Správnymi prvkami nás pokúšajú utláčať. Törvényekkel, amiket ők hoznak. S takými zákonmi, ktoré oni robia. De valaki korábban leírta azt, hogy a jog amúgy semmit nem jelent. A niekto volakedy napísal, že právo nič neznamená. Ha nincs mögötte erő. Keď není za tým právom, alebo za tým zákonom aj sila. Itt megállíteném Petőfinek a versét. Tu by som sa snáď zapamätal, rozpamätal na jednu básničku od Petőfiho. Petőfi Sándornak azért, akinek a ügyét is felvállaltuk, a Magyar Világszövetsége, és én is egyetértek azzal. Toho Petőfiho, ktorý teraz momentne Združenie všech Maďarov tiež zdala na svoju zástavu a ja s tým tiež súhlasím. Egyszer és mindenkorra tisztázzuk ezt a kérdést. Že dokonca musíme túto otázku absolútne vyčistiť. Csak rajtunk múlik, hogy mikor. A len na nás záleží, že kedy. Mondjuk azt, hogy elég volt. Kedy to všetci povieme, že to už je koniec, teraz to už je dosť toho, čo s nami robili. Erkölcsös emberek kellnek. Potrebujeme morálnych ľudí. Vezető pozíciókba. Do vedúcich pozícií. Még átadnám esetleg záró szó, neked megadom a záró, mert te vagy a Manos főszervező, de a hölgyet megkérném, hogy záró szóként mit mondaná még. Csabi si povedala tirákon, akkor konečnú myšlienku na náš rozhovor. Já bych chtěla říct divákům, když se kouknete večer na oblohu, uvidíte tam hvězdy. A když si uvědomíte, že je nás více než těch hvězd, no není to síla, a kolik je těch zlých, co nám chtějí dělat ze života peklo. Hát ráda kérem a kedves nézőket, hogy este menjenek a tiszta ég alá, és nézzék meg, hogy mennyi csillagot lehet ott látni, és gondoljanak bele, hogy belülünk több van, belülünk jó szándékű emberekből több van, mint a csillag az égen, és hát csak gondoljanak bele, hogy ez micsoda erőt képvisel. My jdeme vlastně cestou nenásilí k těm změnám. Mi a változásokhoz tulajdonképpen erőszak nélkül, mi a változásoknak az elérésében erőszak nélkül haladunk. Máme srdce, máme vizi. Van egy szívünk, van egy tiszta szívünk, van egy víziónk. Sme tvořiví, takže... Képesek vagyunk alkotni, hát akkor... Připojme se, seznamme se. Ismerkedjünk meg egymással, nyújtsuk egymásnak a kezét. A žijme jako jedna rodina. És éljünk, mint egy család. Pistikém, van-e még valami záró gondolatod? Szeretnék a nézőknek elmondani, hogy én Honfi néven elindítottam egy honlapot. Začalszom jednu homepage s menom Honfi. És a barátom felhívta a figyelmemet. A môj priateľ ma upozornil, hogy a társ, az a Honfi társ, hogy a társam, és remélem még nagyon sok társam lesz, aki hasonlóan gondolkodik. Že to slovo Honfi, to znamená aj druhá, a ja som veľmi, myslím, že v budúcnosti budem mať už veľmi veľa druhov. És nagyon köszönöm a Józsefnek, hogy ma ezt a rendezvényt meg tudtuk tartani, mert nélküle nem jött volna létre. A chcem sa jemu ešte raz poďakovať, že mi tak ako druh mi pomohol v tejto dneškajšej akcii, lebo bez neho by som to nebol schopný spraviť. És azt üzenem az embereknek, hogy mint ahogy a maga a rendezvény neve is, hogy emberek a békéért. A chcel by som ešte tu zväz vám podať, že na našom plagáte bolo vidieť, že ľudia premiér. Emberré válni kell. Musíme sa stať skutočnými ľuďmi, človekom, skutočným človekom. Ešte čak azt tud igazán emberré válni, aki nem fél.
A len z toho môže byť skutočný človek, ktorý sa nebojí. Ešte zivašajú slova. A kto slúži pravdu. Ďakujem sa, pánu deputátom. Ďakujem pekne, že ste tu boli. Ešte raz sa rozlúčim. Takže ďakujem pekne. Takže v pravde ke zmenám. Tak, presne tak. Ďakujem, Iga Šágala, Változáš Útian. Ďakujem. Eniška, sa vám sa. Ďakujem všetkým. Nasledanú.